Működő képesség és fejlesztések, elfogadta a közgyűlés a város idei költségvetését. Javaslat csomag az önállóság visszaszerzéséért, Pécset ülésezett a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Aláírásgyűjtés a közös érdek érvényesítésért, a pécsiek támogatását kéri a városvezetés. A város költségvetését tárgyalta Pécs közgyűlése kedden. Előző napon Rúzsa Csaba alpolgármester tartott sajtótájékoztatót a büdzsé kialakításának elveiről és legfontosabb tételeiről. A politikus szerint három fontos tényezőnek kell egyszerre megfelelni, és ez különösen megnehezíti a költségvetés létrehozását. Az egyik ugye az abból adódik, hogy maga ez az egész energiapiaci helyzet, ami kialakult, ez az elmúlt két hónapban elég jelentősen begyűrűzött. Tehát itt ugye beszéltünk róla, hogy 600 és 1 milliárd környéki hatást érhet intézményeket, cégeket együtt. A másik kérdés, hogy a kialakult infláció. Az infláció az ugye tavaly már 7,5% fölött szint, vagy 7,5% fölött állt éves szinten átlagosan. Mindez természetesen befolyásolja a béremeléseket, valamint azt, hogy ebből a teherből mi hárul a városra, és mi a kormányra. A harmadik költségvetést alakító tényező, hogy jusson forrás az előre tervezett beruházásokra, így például az útfelújításokra, vagy éppen az akvaparkra. Mivel működési, fejlesztési és más téren sokkal nagyobb igény fogalmazódik meg a városnál, mint amit el tud látni, a bevételek növelésére és takarékos gazdálkodásra van szükség. Ez úgy nem fog menni, hogy a haverok az elsők. Az úgy nem fog menni, hogy egyébként az önkormányzat felduzzasztotta a különböző politikai kinevezettekkel, meg egyéb szereplőkkel az apparátusát. Ez a városvezetést érintő kritika már kedden a közgyűlésen hangzott el a Fidesz frakció vezetőjétől. A politikus úgy véli, inkább a tükebusznak kellene többlet támogatást adni, ezt indokolná a cégnél meglévő bérfeszültség is. Erre Rúzsa Csaba alpolgármester válaszolt a városvezetés nevében, aki emlékeztetett, Pécs korábbi polgármestere már 2017-ben látta, hogy a helyi tömegközlekedés fenntartása lehetetlenné válhat állami segítség nélkül. Nem akarom idézni szó szerint az akkori polgármester, de szó szerint azt mondta, hogy a közösségi közlekedést egymagában a város, ha így marad, nem fogja tudni fenntartani, a következő ciklusban kormányzati segítségre van szükség, ugye ebben a ciklusban vagyunk, akkor még nem is volt koronavírus járvány. A pécsi költségvetést végül megszavazta a közgyűlés, a tavalyihoz hasonlóan a mérleg főösszeg idén is 49 milliárd forint, ebből mintegy 13 milliárd forint jut majd a fejlesztésekre, például a régészeti múzeum felújítására vagy a Misina projektre. A város mozgásterét jelentősen leszűkítik a koronavírus okozta adóbevétel kiesések, valamint hatalmas terhet jelent az előző városvezetéstől örökölt adósság, amely miatt idén is 1,75 milliárd forintot kell visszafizetni az államnak. Ennek átütemezéséről, vagy az egész tartozás elengedéséről a városvezetés párbeszédet kezdeményezne a kormánnyal. Az önkormányzatiság az önkormányzatok önállóságának helyreállítása lesz az új kormány egyik legsürgetőbb feladata, hangzott el szerdán a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökségi ülésén Pécsett. A szövetség szakmai anyaga 10 pontban fogalmazza meg a javaslatokat az elérendő célhoz. Bizonyos olyan tevékenységeket a központi kormányzat megvont az önkormányzatoktól, mint például az építési hatósági feladatok ellátása. Még korábban, ugye itt tudjuk, hogy az iskolák, tehát akár az általános középiskolák fenntartói szerepének elvonása szintén nagyon érzékenyen érintette a településeket. Mindez csak néhány példa a tevékenységi körök szűkítésére, de a legnagyobb gondot a központi kormányzattól való gazdasági függés jelenti, tette hozzá a polgármester. E döntéseknek nagyon komoly kihatásuk van a költségvetésekre, így az önkormányzati szövetség szakmai anyaga éppen azt célozza, hogy a kormányzat semmilyen módon ne tegyen különbséget a települések között. A fórumon részt vett Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök jelöltje, egyben Hódmezővásárhely polgármestere, valamint Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere is, akik szintén előremutatónak tartják a kezdeményezést. Mi azért küzdünk, hogy a pécsiek dönthessenek arról, hogy kik lesznek az iskolák igazgatói, hogy kik lesznek a kórházak igazgatói, hogy megtörténik-e egy fejlesztés, hogy a szűkös forrásokat milyen fejlesztésekre szánják. Nagyon fontos, hogy Magyarország és Budapest és Pécs is hozzájuthasson azokhoz az európai uniós forrásokhoz, amelyek járnak nekünk az európai közösség tagjaként. Gémesi György Gödöllő polgármestere, egyúttal a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke bizakodó a szakmai javaslatcsomag jövőjével kapcsolatban. Bízom benne, hogyha az új kormány lesz, akkor és olyan miniszterelnöke lesz Magyarországnak, aki polgármester jelenleg, akkor ezek
a kérdések nem lesznek kérdések a számukra, és érvényesíteni tudjuk 10 millió állampolgár érdekeit. Gémesi György elmondta, hogy a szakmai anyagot egyeztetik még a többi önkormányzati szövetséggel is, majd a végleges változatot leteszik a két miniszterelnök jelölt asztalára. Márki-Zay Péter már most jelezte, hogy megválasztása esetén teljes mértékben támogatja a javaslatcsomagot. Nem ajándékot kérünk, hanem levegőt. Ez a mottója annak a kezdeményezésnek, amelyet szerdán jelentett be Pécsváros vezetése a Színház téren. Az aláírásgyűjtő akció során a Baranyai megyeszékhelyen élők véleményét szeretnék kikérni, mégpedig két témában. Az egyik kérdés arra irányul, hogy a lakosok egyetértenek-e azzal, hogy a kormány nyújtson hitelmoratóriumot a korábbi fideszes pécsi városvezetés által felvett kormányzati hitel idei 1,75 milliárd forintos törlesztő részletére. A másik kérdés a gépjár műadóval kapcsolatos. A városvezetés itt azt szeretné megtudni a pécsiektől, hogy egyetértenek-e abban, hogy idén a kormány bocsássa a város rendelkezésére a gépjárműadónak azt a 40%-át, amelyet 2020 óta a korábban elvett 60% mellett elvon Pécs önkormányzatától. A város ezt az összeget teljes egészében útépítésre fordítaná. Péter Fi Attila polgármester szerint nagyon fontos, hogy a pécsiek egy-egy aláírással segítsék a kezdeményezést. Az aláírásgyűjtési akcióval azt kérjük, hogy a pécsiektől, hogy álljon ki közösen magunkért, és azt kérjük tőlük, hogy a pécsi városvezetéssel együtt az aláírásukkal segítsék azon érdekérvényesítő erőnket kifejezni, amiben azt kérjük, hogy Pécsnek járjon vissza, ami a pécsi lakosokat megilleti. A bejelentés alkalmával Péter Fi Attila hangsúlyozta, bár a jelenlegi városvezetés tisztában volt az elődeitől megörökölt adósságállomány mértékével, de arra nem számítottak, hogy a kormány az iparűzési adóbevételeket is drasztikusan csökkenti. Ehhez járult még hozzá a gépjármű adóbevételek 40%-ának megvonása, továbbá a parkolási bevételek kiesése, az energiaárak megemelkedése és a magas infláció. A polgármester úgy nyilatkozott, mindezen hatások és terhek indokolják tehát, hogy az önkormányzatnak szüksége van levegőre, és ezért indul az aláírásgyűjtés. A bejelentésen részt vett Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje, valamint a térség két ellenzéki országgyűlési képviselője, Mellár Tamás és Szakács László is, mindhárman a helyszínen aláírták az ívet. Aki támogatni szeretné a kezdeményezést, április 2-ig teheti ezt meg. Jelentősen egyszerűsödik számos beavatkozás, csökken az altatás időtartama, rövidülhet a lábadozás ideje annak a műszernek köszönhetően, amely mostantól a Pécsi Gyerekklinikán zajló gyógyító munkát segíti. A közel 4,5 millió forint értékű eszköz a legnagyobb magyar tulajdonú bank Humanitás Szociális Alapítványának jóvoltából került a gyereksebészetre. Dr. Bíró Ede, az intézmény szakorvosa a szerdai átadó ünnepségen úgy nyilatkozott, a sebészeti érhegesztő és vágógenerátor a műtétek széles körében lesz az orvosok segítségére. Hasi műtétek, mellkasi műtétek, akár újszülött sebészeti műtétek végzése közben lesz ez az eszköz segítségünkre. Tehát magyarán egy hétköznapi vagy gyakran előforduló vakbélgyulladás, féregnyúlványgyulladás műtéti ellátása során is tudjuk alkalmazni, ha szükséges, illetve bonyolult újszülött sebészeti vagy mellkas sebészeti műtéteknél, hasi sebészeti műtéteknél is lehet használni. Ünnepélyes keretek között tették le pénteken Pécset a Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóintézet alapkövét. Az új intézmény az Édesanyák útján jön létre, egy 660 négyzetméteres újépítésű területen, emellett pedig korszerűsítik a szülészeti és nőgyógyászati klinika épület együttesét. A pénteki eseményen Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere is részt vett. Mint ez a köszöntőbeszédekben elhangzott, a beruházás részeként tágas, modern fogadóteret alakítanak ki, duplájára emelik a jelenlegi ágylétszámot, valamint kétágyas, kényelmes kórtermeket hoznak létre. A fejlesztésnek köszönhetően az ellátás a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, kibővített laboratóriumokban zajlik majd, és egy önálló kutatórészleg is létesül. Továbbá az összes szülőszoba, az intenzív osztály, illetve a császármetszés utáni édesanyák megfigyelésére szolgáló kórtermek is megújulnak. A beruházást a Pécsi Tudományegyetem összesen 2,5 milliárd forintnyi állami forrásból finanszírozza.
Már látszanak az alapjai annak az Ágoston téri fedett buszmegállónak, amit a hét elején az önkormányzat megbízásából kezdett el építeni a Biokom. Mint arról korábbi híradásainkban beszámoltunk, pár hónappal ezelőtt a Magyar Kétfarkú Kutyapárt egy színes, saját készítésű konstrukciót helyezett ki ide, azt azonban megfelelő engedélyek hiány az önkormányzat kénytelen volt elszállítatni. P. Horváth Tamás, a terület képviselője emlékeztetett arra, hogy a lakosok igényeit figyelembe véve az elmúlt két év során összesen 18 utasvárót újítottak fel vagy helyeztek ki a Biokom segítségével, ami szintén bizonyítja, hogy a város kellő figyelmet fordít a problémára. A képviselő azt is hozzátette, noha az Ágoston tér környékén élők korábban nem jelezték ez irányú igényüket, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt akciójára reagálva és a lakosok véleményeztetését követően az önkormányzat végül a fedett buszmegálló kialakítása mellett döntött. A jövő pénteken meg lesz a buszmegálló, vagy hétfőn, ez majd az időjárástól függ. 500 000 forintért a Biokom egy szabványos buszmegállót fog ide építeni, ami már is kezdődött a betonozással, ülőhelyjel, oldalfalakkal, szélvédettem és biztonságosan. Ezüst ivókürt, láncsa, aranyékszerek és érmék csak egy töredéke annak a kiemelkedő jelentőségű leletanyagnak, amelyet pénteken délelőtt mutattak be a Csontvári Múzeumban. A páratlan avarkori tárgyak Babarc közelében az M6-os autópálya építését megelőző régészeti feltárás során kerültek elő 2021. augusztusa és 2022. januárja között. A feltárás során lószerszámok, díszek, használati és viseleti tárgyak is nagy számban előkerültek, a leletanyag gazdagsága miatt így a Babarci egyike a 10 legjelentősebb hazai avarkori lelőhelyeknek. A tárgyakat a továbbiakban a Janus Pannonius Múzeum kezeli majd, illetve mutatja be a vizsgálatok és a restaurálás után egy látványos kiállítás keretében. Megkezdte a Biokom a múlt héten a vetési varjúfészkek eltávolítását Pécsett. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a madarak a város több pontján szennyezik a közterületeket, így például a járdákat, utcai bútorokat, játszótéri eszközöket is. Mészáros Rita, a Biokom Kft. Kommunikációs és PR szakreferenses stábunknak elmondta, a felmerülő köztisztasági problémák miatt meghatározott időszakokban lehetséges a fészkek eltávolítása, azonban mivel védett állatokról van szó, kizárólag a Baranya megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának engedélyével végezhetik el a munkát. A pécsi önkormányzat megkérte és meg is kapta az engedélyt a varjúfészkek eltávolítására, amit a Biokom munkatársai meg is kezdtek a múlt héten. Ugye alapvetően Kertvárosban, tehát a Nagy Imre úton, a Keszői úton és az Éva utcán dolgoznak, de a Móricz Zsigmond körtéren is szükség volt a varjúfészkeknek az eltávolítására. A varjaknak a költési időszakában ugye ezek után már csak a riasztásra van lehetőség, ez azt jelenti, hogy a fészek kezdeményeket tudjuk eltávolítani a fákról. Adott volt egy profin kidolgozott csapat, volt egy határozott, jól összeragott programunk, és a legfontosabb, megvolt az elszántságunk. Foglalta össze röviden az ellenzéki összefogás 2019-es sikerét Péterfi Attila polgármester az Egységben Magyarországért kampánynyitó rendezvényén. A Széchenyi téren múlt pénteken megrendezett nagygyűlésen a város első embere az elmúlt évek nehézségeire emlékeztetett. Ezek között említette a Pécstől a koronavírus járvány okán megvont forrásokat, valamint, hogy úgy látja, a kormány blokkolja az előző időszak gazdasági visszaéléseinek elszámoltatását. Mint azt Péterfi Attila kijelentette, bízik a pécsiek aktivitásában és abban, hogy ők is a kormányváltásra szavaznak. A polgármestertől ezek után Dobrev Klára vette át a szót. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője kifejtette, hogy egy olyan országban szeretne élni, ahol a politika nem szitok szó, hanem azt jelenti, hogy lehet beszélni az egészségügyről, oktatásról, gazdasági kérdésekről. Utalt az állampolgári szerepvállalás felelősségére és lehetőségére is. Na ezért küzdünk, és ezért fogjuk leváltani Orbánt, mert mi itt mindannyian szeretnénk a közös ügyeinkben döntéseket hozni. Jönnek velünk? Igen! Az Európai Parlament alelnökét Szakács László képviselőjelölt követte a szónokok sorában, aki a Baranya 2-es választókörzetben szeretné elnyerni a választók bizalmát. A politikus szerint a kormány számára Pécs kevesebbet ér, mint Győr vagy Debrecen, holott a baranyai megyeszékhely a régió gazdasági, kulturális és tudományos központja lehetne.
Ehhez a településnek és a térségnek minden adottsága megvan. Szakács a várost érintő témákban vitára hívta ki ellenfelét, a választókerület jelenlegi fideszes képviselőjét. Én szívesen megkérdezem Hoppál Pétert is. Álljon ki vele! Ahol meri, ahogyan meri, amikor meri. Azt lássuk, meri-e? Szakács László után Mellár Tamás a Baranya 1-es választókerület ellenzéki jelöltje szólt a jelenlévőkhöz. Úgy fogalmazott, az áprilisi választás nem csak kormány, hanem rendszerváltás is lesz. Hasonlóan a többi szónokhoz, ő is úgy véli, hogy 2010 után a kormány módszeresen felszámolta a rendszerváltás vívmányait. Szerinte ezért is van szükség erre a hatalmas változásra, amelyre most nagy esély kínálkozik. Valódi rendszerváltó hangulat van a Magyarországon. Fogalmazott beszédének bevezetőjében az est főszónoka Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje. Megerősítve az előtte is elhangzottakat, éles kritikával illette a jelenleg fennálló rendszert. 50 napunk van rá, hogy megcsináljuk a csodát, intézte lelkesítő szavait a közönséghez. Mivel a politikus szerint a változásnak nagyon fontos előmozdítói lehetnek a helyi képviselők, Márki-Zay Péter az ő támogatásukra buzdít. A kormányváltásra és rendszerváltásra egyedül esélyes közös ellenzéki listára, és a Fidesz helyi legyőzésére egyedül esélyes Mellár Tamásra és Szakács Lászlóra kell szavazni ahhoz, hogy Magyarország végre elinduljon csak felfelé. A fórum után Mellár Tamástól az iránt érdeklődtünk, a jelenlegi ellenzék mit tesz a siker érdekében. Az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatják egyébként, hogy a győzelemhez nagyon fontos az, hogy az emberek minél több emberrel tudjunk kontaktust kiépíteni. Tehát nem azon kell siránkozni, hogy nekünk nincs sajtónk, hogy nekünk nincs elég pénzünk, hanem oda kell menni az emberekhez. Mellár Tamás szerint, ha megtörténne a kormányváltás, akkor mind Pécsért és a térségért, mind országos ügyekért tudna harcolni. Ezek közé tartozik például az új gazdaságpolitikai irányok kialakítása is. Pécsre érkezett a Mi Hazánk mozgalom országjáró körútja szombaton. A kampányeseményen Torockai László elnök mellett részt vett Varga Tamás és Ipacs Sándor, a Baranya megyei 1-es és 2-es választókerület két képviselőjelöltje is. A lakossági fórum keretében Torockai tájékoztatta a jelenlévőket a választási hátralévő időszak kihívásairól, illetve a parlamentbe kerülni kívánó szervezett kormányprogramjáról. Mint elmondta, a több cikluson átívelő munkaterv fontos részét képezi többek között az elszámoltatás, a nemzeti öntudat, a magyar büszkeség erősítése, a közbiztonság újraszervezése, valamint a földreform. Torockai László beszélt az ukrajnai helyzetről is. Ahogy fogalmazott, ez a válság érinti Kárpátalja helyzetét. A politikus kifejtette, egy esetleges határmódosítás után az 1991-es népszavazás eredményének érvényesítése válik szükségessé, ekkor ugyanis Ukrajna polgárai elsöprő többséggel támogatták a függetlenséget. Most éppen répavariációkat teszteljük, különböző féleképpen fogjuk őket elkészíteni. Lakadi Ákos éppen a Pécsi Egyházmegye főzőkonyhájában serénykedik. A séf és csapattársa Vinkert Ferenc egy másik helyi duóval egyetemben nemrég bejutott a Magyarország étele szakácsverseny márciusi döntőjébe. A megmérettetésen hazai és külföldi indulók is részt vesznek. A feladat a Petőfi emlékéhez kapcsolódva a költő korára jellemző fogások elkészítése. Ákosék egy régi családi receptet dolgoztak át a versenyre, természetesen a szigorú követelményeknek megfelelve. Magár az ételről túl sok minden nem szabad elárulni, majd hogyha lezajlott a döntő. De mivel már ismerték az első, tehát a selejtezőn is az ételünket, bár akkor csak recept alapján, az első feladat az volt, hogy ki kell dolgozni a receptúrát különböző perifériák figyelembevételével, tehát ugye az adott adag mennyisége a tányéron, ezt kellett megcsinálni a kalkulációt, árban nem mehettünk túl egy bizonyos határon, és hát ugye az is feltétel volt, hogy ez akár közétkeztetésben is megvalósítható legyen ez a recept. Lakadi Ákos és társa egyébként az egyetlen olyan indulók, akik közétkeztetésben dolgoznak. A többi versenyző mind minőségi éttermek és szállodák konyháin szakácsok. Mint azt a séf csapattársa Vinkert Ferenc mondja, a versenyen rengeteg a lehetőség a fejlődésre. Nagyon jó hangulata van, és rengeteg mindent lehet tanulni, főleg az idősebbektől. De szerencsére remek csapattársam van, és együtt tudunk tanulni. A Lokodi Ákos és Vinkert Ferenc, illetve a Miseta Zoltán és Torma Dávid alkott a pécsi csapatokért március 19-én izgulhatunk majd a Magyarország étele szakácsverseny felcsúti döntőjében.
A kártyák, amik vannak a kezetekben, azok mindig fognak valamilyen nyersanyagokat adni, illetve plusz akciókat fognak nektek adni a körötökbe, amit ki tudtok majd használni közben. Magyarázza társainak a Just for Fun Pécsi Társasjátékos Egyesület egyik tagja. Mint megtudtuk, a szervezet most éppen egy nagyszabású eseményre készül, ugyanis február 26-án egy híres dél-koreai sorozatot újra gondolva versenyt szerveznek a Pécsi Kulturális Központban. Varga Dániel elnökstábunknak elmondta, a Pécsi Squid Board Game elnevezésű bajnokságon 6 különböző, de nagyon egyszerű és természetesen teljesen veszélytelen játékban kell megmérettetniük magukat majd az indulóknak. A rendezvényen a társast, mint hobbit szeretnék népszerűsíteni. Szerettük volna a pécsi társasjátékos kultúrát egy kicsit kibővíteni, helyi csapatokat toborozni, összehozni az itteni társasjáték rajongókat. 3 éve a Pécsi Kulturális Központ is beállt mögénk, és most már januárban volt 3 éve, hogy itt tartunk, havonta egyszer egy nagyobb társasjátékos eseményt, ahova családokat, úgymond laikusokat várunk, akik szeretnék megismerni ezt a hobbit, és szeretnének egy kicsit belekóstolni. Azokat egytől egyig várjuk szívesen. Az egyesület egyébként 3,5 éve alakult meg egy baráti társaságból. Ez az első igazán komoly versenyük, amelyen rögtön egy jótékony cél mellé szerettek volna állni. A nevezők ugyanis indulásukkal a Nevetnikék alapítványt támogatják. Azt találtuk ki, hogy reményeink szerint sok embert megmozgat ez a dolog. 80-100 fővel számoltunk, és igazából, hogyha már ekkora nyilvánosságot szerzünk egy kicsit a sorozatnak is az ismertsége alapján, akkor nem nevezési díjat, hanem egyfajta támogatói díjat gyűjtsünk, és ezt a támogatói díjat fogjuk a Nevetnikék alapítványnak 1-1 átutalni, sőt, olyan messze mentünk, hogy nem is mi utaljuk át, hanem konkrétan a versenyzők a Nevetnikék alapítványnak utalnak. A Pécsi Squid Board Game-re február 20-ai félig lehet jelentkezni. A versenyt február 26-án tartják. Farsangoló hangoskodástól volt zajos a Bóbita Bábszínház szombaton. A teátrum hagyományos télűző mulatságán nem csak a közönség, de a társulat is ünnepelhetett, hiszen örökös tagcímmel kitüntették Kiefer Juditot, a Bábszínház művészeti titkárát. Mint minden esztendőben a bóbitások az idei mulatságot is Hang Gábornak ajánlották, aki felejthetetlen komikus és drámai alakítások emlékét és a játék szeretetét, tiszteletét hagyta örökségül a pécsi társulatra. A néhai bábművész emlékére alapított díjat 2022 Sramó Gábornak ítélték oda. Az igazgató úgy nyilatkozott, fontosnak tartják, hogy egykori kollégájuk szellemiségét a következő generációk számára is megőrizzék. Szoktunk a fiatalabbaknak is azért mesélni. Tehát azért persze megkérdezik, hogy ki volt a Hang Gábor, meg látják a fényképeket, meg az előadásokat, és szerintem azért sok minden számukra is izgalmas, és el tudják képzelni, hogy milyen is lehetett az ő egyénisége, és szerintem mindenkinek fontos, hogy a színházakban azért legyenek ilyen emblematikus emberek, akiket úgymond, akiknek a munkáját lehet folytatni és továbbvinni. Különleges bemutatót tartott a Pécsi Balett február 12-én a Pécsi Nemzeti Színház kamaratermében. A táncosok ezúttal Fazekas Mihály Ludas Matyi darabját dolgozták fel, hogy egy olyan humoros és tartalmas táncelőadást hozzanak létre, amely a család minden tagjának szól. Vince Balázs, a produkció rendezője elmondta, feladatuknak tekintik, hogy a balettet, mint rétegműfajt a fiatalabb generáció körében is népszerűsítsék, ezért egyértelmű volt számukra, hogy egy mindenki számára ismert történetet dolgozzanak fel. Mert azért mégiscsak ez a legfontosabb, hogy így ezen keresztül tudjuk ezt a műfajt széles körben megmutatni, és már van egy elképzelésük, látták a mesét, a rajzfilmet. Ez volt az elsődleges, és utána természetesen azok az értékek, amiket képvisel ez a mese, az felerősítette bennünk azt, hogy ehhez a meséhez, ehhez a történethez nyúljunk. A tisztesség, a becsület. A balett nem először nyúl klasszikus témához, ám ahogy Molnár Zsolt társkoreográfus elárulta, igyekeznek ezeket mindig valami újdonsággal kiegészíteni. A Ludas Matyi esetében azonban a mese milliójét és karaktereit eredeti formában tartották meg,
hiszen ahogy a koreográfus hozzátette, ezek táncszínházi környezetben is nagyon jól működnek. Nagyon-nagyon jók a karakterek. Nagyon, nagyon viccesek, nagyon humorosak a Hajduk, az Ispán, a Döbrögi. Nagyon elrajzolt, nagyon dúsak, nagyon elrajzoltak lettek a karakterek, mert úgy gondolom, hogy így a humor sokkal jobban ki tud jönni, és azért a gyerekek is ahhoz vannak hozzászokva, hogy a Ludas Matyi mesében is azért a figurák eléggé el vannak rajzolva, ugye fel vannak nagyítva. Mint azt az alkotók elmondták, az előadás, mivel a hossza nem több 50 percnél, az óvodáskorúak számára is élvezhető. Így a humoros és tanulságos darabon keresztül a legkisebbek is megismerkedhetnek a tánc, a balett világával. Nagy érdeklődés és igazi balkáni hangulat jellemezte a múlt szombati délszláv bált, melyet idén először rendeztek meg Pécsett. A program során a zenét a Bádel Orkesztár és Barics Zoltán harmonika virtuóz biztosította. A szervezők célja, hogy visszahozzák a régi bálok hangulatát. A jövőben szeretném ezt a hagyományőrző bálsorozatot továbbvinni, és a következő állomáson már gondolkodunk, de még nem tudjuk pontosan, hogy mire lesz igény. Azt tudjuk és látjuk, tapasztaljuk, hogy nagyon sokan vannak, nagyon nagy az érdeklődés. Reggeli a szabadban. Ez volt Bálint és Ágnes ajándéka február 15-én a Vízilovak világnapján. Bálint, a pécsi állatkert vízibikája többszörösen is ünnepelhetett, hiszen nem csak névnapja, de születésnapja is erre a hétre esett. Ugyan ezek az afrikai állatok a téli időszakot általában zárt kifutójukban töltik, gondozójuk most a nagy napok alkalmából kiengedte őket, hogy kedvenc gyümölcseikből a szabad levegőn lakmározzanak. A vízilópár egyébként az állatkert legidősebb lakói közé tartozik. Bálint a 28. születésnapját ünnepelhette most. Bálint 1994-ben született, pont a mai napon, 2.17-én, ma ünnepli a 28. születésnapján. 1994-ben költözött hozzánk, ezzel ő a második legidősebb itt lakó állat az állatkertben. Az első Liza a csimpánz, aki 86-ban született itt nálunk. Párja Ágnes, ő egy csehországi állatkertből érkezett hozzánk. 2007-ben érkezett, Ágnes 2007-ben is született, és azóta tartjuk őket itt együtt. A vízilovak állatkerti körülmények között akár 50-60 évet is élhetnek. Így reméljük, még sokáig számíthatunk Bálint és Ágnes társaságára a pécsi állatkertben. Pécset tartották múlt hétvégén a futszál 4. korcsoportos diákolimpia országos döntőjét. A bajnokságra több mint 600 csapat nevezett, akik közül a többkörös versenysorozatot követően a legjobb 12 mérkőzött meg a labdarúgó sportcsarnokban. Major Gábor, a Magyar Diák Sportszövetség labdarúgó albizottságának vezetője elmondta, örömmel jönnek városunkba, hiszen a Baranyai megye székhely ideális helyszíne a sporteseményeknek. Pécs nem először ad otthont különböző sportágokban, a futszál az egyik legnépszerűbb. Én körülbelül 4 futszál országos döntőn voltam már itt. Nagyon szívesen jövünk ide, a csapatok is, mert kiváló körülményeket tudnak biztosítani. Egyedüli pécsi csapatként a Cserepka János Sportiskola vett részt az országos megmérettetésen. Megyei bajnokként és házigazdaként egyenes úton kerültek az országos döntőbe. A futszál azonban nem az egyetlen sportág, amelyben az iskola diákjai kiváló teljesítményt nyújtanak. Sportiskoláról lévén szó, úgyhogy azt gondolom, hogy ami labdajáték, vagy akár torna, vagy akár bármifajta egyéni sportág a magyar köztudatban van, olyan tanulóink vannak, és országos eredményeket rendszerint, nagyon szép eredményeket érnek el. A cserepkás fiúk keményen küzdöttek a szombati meccseken. A csapatkapitányuktól, Francizi Bálintól azt kérdeztük, hogyan készültek a diákolimpiára. Egész héten már fejbe itt voltunk az országoson. Edzeni, nem nagyon kellett edzeni, a saját csapatunknál edzettünk. Van, aki PMFC és Szent Lőrincről, meg tehát ott edzettünk egész végig, szóval nem kellett felkészülni külön az iskolába. A diákolimpia aranyérmét végül a felcsúti csapat vihette haza. A cserepkások küzdelmes játékkal idén az 5. lettek. Idén az elmúlt évek legnépesebb mezőnye gyűlt össze Pécsett a Multi Alarm esetollas labdacsarnokában, a múlt héten megrendezett 12. junior nemzetközi bajnokság alkalmából. Az eseményen 16 ország közel 200 sportolója vett részt, köztük 32 magyar induló szállt versenybe.
A tornán hazai sikereknek is örülhetünk, Kígyóskán fiú egyesben, Vetortány a lány egyesben, illetve a Tóth Kristóf Tóth Barnabás kettős fiú párosban szerzett bronzérmet. Rajtuk kívül még két női párosunk és egy férfi párosunk jutott be a negyed döntőbe. Végezetül következzen néhány szó az időjárásról. A hétvégén hideg front érkezik térségünkbe, erős széllel és csapadékkal. A szeles idő várhatóan a jövő szerdáig kitart, a hét további részében változóan felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 11 fok között alakul.